December 27-én immár negyedszer gyűltek össze a kertvárosi katolikus közösségi házban a szőlősgazdák, akiknek a magukkal hozott újboraira Isten áldását kérte dr. Hegedűs János. A bor vidámítsa meg az ember szívét, idézte a 104. Zsoltár egyik gondolatát a római katolikus plébános. Ünnepi szívvel, lélekkel, hiszen még az ünnep napjait éljük, az új bort elhozzuk ide és megálljunk. Isten áldását kérjük rá, emberi munkánkra, tevékenységünkre, és mindazokra, akik fogyasztanak belőle. Most ezért imádkozzunk mindnyájan a mindenható Istenhez. Dr. Hegedűs János aztán meg is szentelte a palackozott fehér, rozai és vörös nedűket. Király Gábor, a Dombovári Kertbarát Egyesület elnöke két üveg jófajta szőlőhegyi borral köszönte meg az áldást és a szentelést a római katolikus plébánosnak. A civil egyesület tagjai és vendégei aztán meg is kóstolták az általuk gondozott szőlőből készített itókákat.